Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Tűz a pincében egy 26 éves férfi holttestére bukkantak. Tárgyalás, értékes üzleti adatokat lophattak el egy Tolna megyei cégtől. Pályaválasztási expo, Magyarország második legnagyobb kiállítása zajlik Szekszárdon. Érzékenyítés, integrált sportnapot rendeztek Pakson. A Tolnatej televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Holttestet találtak a tűzoltók egy ház pincéjében az oltás közben Szekszárdon. A tűz a Babits Mihály utcában keletkezett, hogy mi okozta azt a későbbi tűzvizsgálat tisztázza majd. A szakemberek megfékezték a lángokat, és már az úgynevezett utómunkálatok közben a pincében találták meg a 26 éves férfit, akinek életét már nem lehetett megmenteni. Rendőrségi pecsét, fekete gumikesztyű, színné égett ruhák, levegőben terjengő égésszag jelzi, hogy ebben a pincében tűz volt a minap. Szekszárdon a Babits utcában egy pincében keletkezett tűz, ahova a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, és az utómunkálatok közben egy férfi holttestére bukkantak. Az utcában lakók azt mondják, évek óta hajléktalanok laknak ezekben a pincékben, most úgy tudjuk, öten húzzák meg itt magukat. Közülük halt meg egy 26 éves férfi. Az, hogy mi okozta a tragédiát, egy későbbi tűzvizsgálat tisztázza majd. A pincével szemben lakók is azt mondták, hogy a lángok nem voltak nagyok. Ettől függetlenül a helyiek nagyon megijedtek, amikor észrevették a füstöt. A szomszédok kezdték el oltani a tüzet, hogy ne terjedjen tovább a többi házra. Az itt lakók szerint egy gyertya miatt kaphatott lángra az a rengeteg ruha, amivel tele van a helység. A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, vagyis kizárták az idegenkezűséget. Vezeték nélküli internetes hálózaton keresztül tört be két férfi egy Tolna megyei cég szerverébe, és onnan értékes üzleti titoknak minősülő adatokat lopott el éveken keresztül. Ez áll annak az ügynek a vádiratában, amit most kezdett tárgyalni a szekszárdi járásbíróság. A férfiak tagadták bűnösségüket, az ülésen a vádismertetésen túl fordulat is bekövetkezett, mivel kiderült, hogy az adatlopással megvádolt két férfi egy olyan cégnél dolgozik, ami konkurens a sértett vállalkozásnak. A vádlottak pedig azt vallották, hogy valójában a most sértettként a bíróság elé állt cég alkalmazottai törtek be hozzájuk korábban. Visszaesett a forgalma, több bevője ott hagyta a Tolna megyei állatgyógyászati termékekkel foglalkozó céget, így vették észre, hogy lopják az üzleti titoknak minősülő adatokat a vállalattól. Az ügyet most kezdte el tárgyalni a szekszárdi járásbíróság. Székhelyének közelében megállt, és nála lévő nagyhatóság hatótávolságú wifi eszközök segítségével rendszerbazda azonosítóit felhasználva belépett a cégcsoport integrált informatikai rendszerébe. Az előkészítő ülésen elhangzott, a két férfi a Tolna megyei cég konkurensének dolgozott, és éveken keresztül töltötték le ezzel a módszerrel az ügyfelek adatait, szerződéseket, árajánlatokat. E mentén vádolja a vádhatóság az elsőrendű vádlottat, folytatólagosan elkövetett a VTK 422 szakasz egybekezdés D pontjába ütközül, de a négybekezdés D pontja szerint minősülés büntetendő jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett tiltott napszerzés büntetkével, míg a másodrendű vádlottat ugyanezzel a bűncselekménnyel, mint bűnsegédet. A két férfi az előkészítő ülésen nem ismerte be bűnösségét. Azzal védekeztek, hogy a most sértettként jelenlévő Tolna megyei cég kezdte az adatlopást, fel is jelentették őket, ám a szekszárdi ügyészség nem találta azt megalapozottnak és megszüntette a nyomozást. Mint kiderült, mindkét ügy a szekszárdi ügyészséghez és ugyanahhoz az ügyészhez tartozik, ezért a védelem úgy véli, nem biztosítható az ügy elfogulatlan megítélése, ezért kérték az ügyészség kizárását az ügyből. Az ügy bizonyítási eljárással folytatódik várhatóan a jövő év elején.
Ittasan vezetett, majd árokba hajtott egy férfi, miután összeveszett a hozzátartozóival Dombóváron. A férfi a kihallgatása során a rendőröknek elmondta, hogy egy reggeli családi vita után sok alkoholt ivott egy dombóvári kocsmában, egészen délutánig, majd beült a kocsijába és elindult, végül autójával az árokba hajtott. A férfi csak könnyebben sérült meg, az ügyében összegyűlt iratokat a rendőrség pedig most vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek. Több baleset történt az elmúlt napokban Tolna megyében. A hatóságok azt javasolják, hogy az esőtől, párától, reggeli fagytól csúszossá vált utakon érdemes lassabban hajtani, körültekintően vezetni, továbbá felkészíteni a járművet és magát a sofőrt is a csúszós útra és a romló látási viszonyokra. Összeroncsolódott autók, úton heverő alkatrészek, hatalmas ködvizes út. Ezek a felvételek tegnap készültek Tevel közelében, ahol két autó összeütközött, az egyik jármű kereke is kitörött az ütközéstől. Rövid időn belül több baleset is történt Tolna megye útjain szerda délelőtt. Zomba közelében a 65-ös út 21-es kilométerénél ütközött két személyautó. Itt a Bonyhádi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói avatkoztak be, akik áramtalanították a járműveket, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. Szedres és Medina között szintén két autó ütközött. Itt az ütközés következtében az egyik autó az árokban kötött ki. Itt a szekszárdi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, szintén áramtalanították a járműveket, illetve kerekeire állították az árokba borult autót. Az előrejelzések esős, ködös, hideg időre figyelmeztetnek. Ilyenkor a közlekedési balesetek is megszaporodnak. A hatóságok tapasztalatai szerint a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse az autót, és természetesen saját magát ezekre a körülményekre. A szakemberek azt javasolják, hogy nagyobb követési távolságot tartva körültekintőbben, megfontoltabban vezessünk, mivel az esetleges hibák könnyebben korrigálhatóak. Az ónos eső, a hó, a jeges, esetleg nyálkás utak mindennapossá válnak, főleg éjszaka és a reggeli órákban jellemző a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és jeges útszakaszok hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot kíván. Érdemes lecserélni a nyári gumikat is télire. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság. 11 vadelütésnél is intézkedniük kellett a rendőröknek mindössze 48 óra alatt Tolna megyében. Az ilyen közúti balesetek nem csak hogy veszélyesek, de nagyon drágák is azoknak, akik elszenvedik őket. A vadállat akár több százezer forintos árát ugyanis, szinte minden esetben meg kell téríteni az autósnak a vadásztársaság felé. Teljesen összetörte az autó elejét az elgázolt vad, ennek a másik kocsinak a sofőrje sem járt jobban. A rendőrség munkatársai készítették ezeket a fotókat alig néhány óra alatt. A télies időjárással és a korai sötétedéssel együtt jár, hogy már a délutáni órákban is számítani kell a vadállatok megjelenésére az utakon. Erre figyelmeztet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A sofőr semmit nem érzékel, se hangja nincsen belül semmi. A rendőrség egyik autójára felszerelt vadriasztó sípot mutatja a hatóság szóvivője. Egy ilyen eszközt néhány száz forintért lehet beszerezni, és a felrakása is csak percekig tart. A rendőrautókra most ilyen sípokat szereltek. Ugyanezt javasolja a szakértő a magánszemélyek által használt járművek esetében is. Emellett pedig arra is érdemes figyelni, hogy vannak különösen veszélyes a vadak által sűrű látogatott útszakaszok. Vannak útszakaszok Tolna megye útjain, amelyek különösen veszélyeztetettek, így például a 6-os számú főút, Sötét Völgy és Kakast közötti útszakasza. Szeretnénk felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy ezeken a veszélyeztetett útszakaszokon még fokozottabban figyeljenek. Tábla figyelmeztet a vadveszélyre ezen az útszakaszon. Ott, ahol ilyen jelölés van, szinte biztos, hogy ki kell fizetni az autósnak az elütött állatárát a vadásztársaságnak. A rendőrség ezért azt tanácsolja, az ilyen szakaszoknál vezessen mindenki sokkal körültekintőbben, és ne használjon reflektort, mert az úttesten álló vadat az elvakítja, ezért nem ugrik el az autó elől. Ha pedig az autós meglátja az úton álló állatot, érdemes rádudálni fékezés közben. Csak a fővárosi pályaválasztási kiállítás volt ekkora méretű, mint az idén 20. évfordulóját ünneplő a Jövőnk záloga címet viselő Szekszárdi Expo, mondta a megnyitójában Szabó István államtitkár. Az idei esztendőben 14 főiskola és egyetem, valamint 39 megyei képzőintézmény ajánlatai között válogathattak az érdeklődők. Elmondták, hogy
miért jó technikusnak lemenni, és miért jó gimnáziumba menni. Sokkal több információt kaptam, mert csak annyit tudtam, hogy pár szak van, de közben sokkal többet megismertem róla, hogy például informatikában mik vannak, és hogy két szakot is lehet mellette válaszolni, hogy informatika és angol például. Én Bonyhádra szeretnék menni, és ott sok információt megtudhattam. 20 éve szerveződik minden esztendőben a továbbtanulást segítő kiállítás. A Tolna megyei kormányhivatal szervezésében zajló négynapos programra az ország felső és a megye középiskolái hozták el ajánlataikat. Az érettségi utáni képzés napján 39 kiállító jelent meg, és ebből 14 volt egyetem vagy főiskola, mely kiemelkedő az ország hasonló rendezvényei közül. A továbbtanulásra szándékozó diákoknak ezen kívül csak Budapesten van módjuk ilyen nagyszámú képző, illetve felsőoktatási intézménnyel találkozni. Fontosabb tartjuk, hogy az idei látogató diákok olyan információkhoz jussanak, amelyek ismeretében jobb, megalapozottabb döntést hozhatnak, majd pályaválasztásukkal kapcsolatban. Szabó István államtitkár azt is kiemelte, az életen át tartó tanulás, ha lehet, minden eddiginél fontosabbá vált. Ez valóban sajátos, hogy itt Szekszárdon olyan szintű rendezvénnyel találkoztam, ami valóban pályát ritkítja. Én nagyon örülök, hogy a megyében ilyen elkötelezetten fölvállalták ennek a rendezvénynek a szervezését és lefolytatását, ilyen 20. alkalommal. Horváth Kálmán kormányi megbízott arról szólt, fontos kihívás ez a szervezőknek és az oktatást résztvevőinek egyaránt. Nyilván a piacon egy elég komoly versenyhelyzet van. Azt tudjuk, hogy internettől kezdve a mai világban sok minden eszközön lehet tájékozódni, de a személyes jelenlétén azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon számít. A Jövőnk Záloga pályaválasztási kiállítás szombatig várja az érdeklődő továbbtanulókat és szüleiket. Elkezdődött és 2019 végén fejeződik be az a munka, aminek a célja, hogy megváltoztassák Bátaszék rendezési tervét. A tervekről tartott első ízben lakossági fórumot a város vezetése, amin tájékoztatták az érdeklődőket a folyamatokról. A módosításhoz várják a lakossági véleményeket, melyeket lehetőség szerint beépítenek a majdani változatba. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a jelenleg érvényben lévő rendezési terv is olyan minőségű, melyen gyökeres változtatásokat nem kell végrehajtani. Lesz még egy lakossági fórum ezzel kapcsolatban, amikor már az új rendezési terv kerül ismertetésre, akkor is még van rá lehetőség, hogy bizonyos módosításokat végre tudjunk hajtani, és hát ahogy említettem, tervünk szerint 2019 év végén véglegesített formában elfogadásra kerülhet. A Tolna megyei kormányhivatal kezdeményezésére a Vosinszky-Mór megyei múzeum szakmai segítségével évek óta megrendezik a Vármegyeházi Esték programsorozatot. A rendezvény sorozat célja, hogy a hivatal tartalmas előadásokkal, színes programokkal járuljon hozzá Szekszárd város kulturális életének színesítéséhez. Legutóbb a Vármegyeháza dísztermében szerdán este Csikány Tamás történész a tábornok, a hadvezér Görgei Artúrról hadászati és hadműveleti elemzések segítségével egy új megvilágításba helyezve beszélt a megjelenteknek. A mostani adásban úgy próbálom őt bemutatni, és az ő személyiségét, tudását, képességeit, teljesítményét bemutatni, hogy egyfajta ilyen katonai elemzést szeretnék adni. Tehát, hogy mit is jelentett annak idején a 19. század elején közepén hadvezérnek lenni, milyen problematika elé kellett neki állnia, milyen feladatokat kellett megoldani, milyen dilemmái lehettek. Tehát egy kicsit Görgei, de igazából ennek a kornak, és hogy hát nem csak ennek a kornak, igazából minden kornak, és a katonai vezetői gondolkodását szeretném bemutatni, mert úgy gondolom, hogy túlságosan egységben alkotunk sokszor véleményt katonai vezetőkről, főleg annak a tudatában, hogy ezt az adott hadjáratot, csatát, ütközetet megnyerte, vagy elvesztette. Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a paksi Ases sportcsarnokban az integráló sportnap, a Veled is törődünk egyesület és a Kereszt utcai Nyitnikék nappali fogyatékos ellátó szervezésében. A rendezvény szervezőinek célja az érzékenyítés, hogy a játékos délután folyamán az épp intellektusú gyerekek ismerjék meg, nyissanak a fogyatékkal élő társaik felé. A csapat vetélkedőn a Nyitnikék klub gondozótjai mellett
tehát a Paksi általános iskolák 7.-8. osztályos diákjai és az ASE MB1-es felnőtt férfi kosarasai vettek részt. A főszervezők célja évről évre, hogy az egészséges és a fogyatékkal élő emberek minél többet együtt legyenek és együtt tevékenykedjenek. Erre a sport az egyik legjobb eszköz, mondta Pekárikné Bíró Márta. Sportnap célja a jó hangulat és a mozgás mellett az integráció és az elfogadás elősegítése volt. Az egészséges emberek is nyitnak mi felénk, nem csak mi feléjük. Kaptunk meghívást az MB1-es kosár csapattól, egy délelőttöt tölthettünk itt náluk, amikor a gondozataink megismerhették a kosárlabda rejtélyeit, illetve van már általános iskola, aki az egészségnapját úgy tervezi, hogy minket hívnak vendégül. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Geonap, a földrajztudományokat népszerűsítették a diákoknak. Készülnek az angyalbatyuk, elindult a Caritas országos karácsonyi akciója. Először rendez sportgálát a PTE Peac, az idén 95 éves egyesület hamarosan új létesítményeket is kap. Sokféle adatbázist kezel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ezek egy része azt célozza, hogy jogkövető magatartást kövessenek az adózók, de van olyan nyilvántartás, ami éppen az üzleti kapcsolatok létesítésénél segít a cégeknek, vállalkozásoknak, hogy megbízható partnert találjanak a piacon. Bármilyen kétely merül fel, akkor le tudja ellenőrizni például az üzleti partnerét, hogy létező adóalanyról van ez szó, rendszeresen beadja a bevallásait, áfa bevallásait például nem mulasztotta el, vagy pedig nincs ellene végrehajtás, felszámolási eljárás folyamatban, milyen alkalmazottakat foglalkoztat, tehát szabályosan foglalkoztat, vagy pedig van emiatt esetleg már büntetése, esetleg nagy tartozása rendelkezik ez az üzleti partner, tehát minden lehetőség adott arra, hogy utána nézzenek. Településfejlesztés, természetvédelem, idegenforgalom vagy akár földrajz tanári pálya, ezeken a területeken is elhelyezkedhetnek azok a fiatalok, akik geográfus szakon végeznek. Tehetségnapon hozták közelebb a diákokhoz a földrajzot a Munkácsi Mihály gimnáziumban. A cél, hogy azok a fiatalok, akik a középiskolákban szeretik a földrajzot, később ezen a szakon tanuljanak tovább az egyetemen is. A Munkácsi Mihály gimnáziumban immár 5. éve szerveztek tehetségnapot a földrajzot kedvelő diákok számára, akik közül vannak olyanok is, akik ezen a területen képzelik el a jövőjüket. Mindig is érdekelt a földrajz, a világunk elhelyezkedése a világegyetemben és az egész bolygónk. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a földrajztudományok megismertetésére. Immár 5. éve a Pécsi Tudományegyetemmel közösen pályaorientációs tehetségnappal próbálják a fiatalok érdeklődését felkelteni a tudományterület iránt. A többség legalábbis szereti a földrajzot, viszont a jövő felé inkább másban gondolkodnak, pedig vannak itt is lehetőségek, akár magával a tantárgyal tovább tanulni, akár kifejezetten geográfia vagy geológia irányban tovább tanulni. A fiataloknak a Pécsi Tudományegyetem hallgatói élménybeszámolót is tartottak. Viszonylag sok dolgot meg lehet tanulni a földrajzon belül, mert rendkívül szerteágazó, sok mindenbe belekóstol az ember, szóval, hogyha nem is igazán tudod, hogy mit akarsz választani, akkor is jó, mert tanulhatsz közgazdaságtant, vagy tehát inkább a gazdasági rész, természeti rész, és engem igazából maga a terület és a település fejlesztés fogott meg. A klímaváltozás az egyik legérdekesebb, és napjainkban a tudósokat leginkább foglalkoztató téma. Erről is beszéltek az előadáson az iskolában. A társadalmi részeknek talán az egyik legfontosabb kérdése a migráció, ami ma a médiában is nagyon sokszor taglalt. Honnan jönnek, miért jönnek, merre tartanak az emberek, miért változtatnak lakóját, joguk ez, lehetőségük, mit tudunk vele csinálni. Természetföldrajzban alapvetően, és ennek azért van a társadalmi hatása is, klímaváltozás, globális felmelegedés és az erre adott társadalmi kihívások. Hogyan fog egy város, egy ország élni akkor, hogyha lényegesen melegebb, szárazabb vagy extrémebb klíma közepette kell ezt tennie?
A rendezvény célja, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzák a földrajztudományt, s így keltsék fel az érdeklődésüket a terület iránt. Elindult a Magyar Katolikus Caritas országos ajándékgyűjtő programja, az Angyalbattyú azzal a céllal indult útjára, hogy minél több rászoruló gyermek számára legyen örömteli a karácsony. A pécsi egyházmegyei Katolikus Caritas 3 gyűjtőpontban, valamint Baranya és Tolna megye helyi Caritas csoportjainál kezdte az akciót, amelyhez iskolák is szép számmal csatlakoztak. A pécsi egyházmegyei Katolikus Caritas is elindította idei Angyalbattyú akcióját. A programmal nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szeretnék évről évre szebbé varázsolni, úgy, hogy ajándékokkal töltött cipős dobozokat gyűjtenek, melyeket becsomagolva eljuttatják a nélkülöző családoknak. Nagyon sok szervezet keres minket, akik szeretnének adományozni, tehát a saját adományozati körüket bevonni ebbe. Természetesen megpróbálunk sok igényt kielégíteni, de alapvetőleg az egyházmegyénkben működő Caritas csoportok azok, akik előnyben vannak részesítve, hát ő feléjük visszük. Az ormánságban is több ponton van a Caritas jelenlétpontokkal. Az Angyalbattyú akcióban különféle szervezetek és magánszemélyek is részt vesznek, de az egyik legfontosabb része a programnak, hogy iskolákat, főleg középiskolákat szólítanak meg. A diákok osztályonként akár versenybe gyűjtenek, készítenek ilyen adományokat, és akkor ezt beszállítva hozzánk, vagy esetleg, hogyha kérik, akkor természetesen elmegyünk érte, egy ilyen verseny kapcsán melyik osztály tud többet gyűjteni, és a tavaly éve például az egyik osztály, aki kiemelkedően sok ilyen angyalbotyút készített, ott volt velünk, elmentünk együtt egy olyan kiosztási ünnepségre, ahol ők adhatták át a kisdiákoknak, első osztálytól 8. osztályos diákokig egy iskolában az adományaikat. A becsomagolt ajándékokat Pécsett 3 gyűjtőponton, a Janus Pannonius utca 4-es szám alatti Caritas központban, a Lánc utca 6-os szám alatt működő Szeretett Lánc központban, és majd december 1-től a Széchenyi téren felállított adventi Caritas pavilonban lehet leadni. Az akció december 19-éig tart. Nagyszabású gálában ünnepelte a PTE PEAC fennállásának 95. évfordulóját, ahol jutalmazzák a sikeres sportolókat. A jubiláló egyesület hamarosan egy új kézilabda és egy birkózó csarnokkal is bővülhet. 1923-ban alakult meg Pécs egyik legismertebb sportegyesülete, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub, melynek jelenleg 13 aktív szakosztálya van. A jubileum kapcsán december 8-ára tervezik az első sportgálát, ahol jutalmazzák az egyetemi bajnokságon eredményes sportolókat, és megemlékeznek az egyetemi egyesület szakosztályairól. Szenzációs eredményeket értünk el közösen, aminek az apropója az, hogy idén a legsportosabb egyetem a Pécsi Tudományi Egyetem lett. De nem csak a verseny, hanem a szabadidősport is fontos a 95 éves egyesület számára. A napokban Baranya, Tolna és Somogy megye felnőtt lakosságának egészségfejlesztésére nyert pályázatot a PTE PEAC. Így 2019-ben számos nagy rendezvényt szerveznek a sport és egészségmegőrzés témakörében a régióban. Megpróbáljuk a fizikai aktivitásra rábírni a régió lakosságát, illetőleg az egészség fejlesztésre, ami nem más, mint a szakemberekkel lemegyünk, és bizony olyan előadásokat, illetőleg olyan szűréseket próbálunk elvégezni a helyszínen, ami által egy objektív képet kapnak a státuszaikról, és biztosan el fog hangozni az, hogy a fizikai aktivitás, mint gyógyszer mennyire hatékony. A PTE PEAC jelenleg nagyobb százalékban az egyetem, kisebb részben pedig a város létesítményeiben működik, de a szakosztályok kinőtték már ezeket. A Pécsi Tudományegyetemen most olyan stratégián dolgoznak, melyben markánsan megjelenik az infrastruktúra fejlesztés, így egy kézilabda, valamint egy birkózó csarnok is elkészülhet a közeljövőben. Végül a legfontosabbak újra röviden. Tűz a pincében, egy 26 éves férfi holttestére bukkantak. Tárgyalás, értékes üzleti adatokat lophattak el egy Tolna megyei cégtől. Pályaválasztási expo, Magyarország második legnagyobb kiállítása zajlik Szekszárdon. Érzékenyítés, integrált sportnapot rendeztek Pakson.
Tolna megyében pénteken ködösen, szürkén indul a nap, majd napközben ritkul a köd, vékonyodik a felhőzet, átmeneti derengő szürk napfény sem kizárt itt-ott, ugyanakkor nagyobb eséllyel maradhatnak tartós szürke ködfoltok is. Szitálás nem kizárt, jelentős eső nem várható, gyenge, délies irányú légmozgás lesz a jellemző. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújultolnotaj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek nekünk. Holnap este újra találkozunk, viszontlátásra!